Szükséges eszközök, egy fémtest, fatest, rugós erőmérők, 3 darab különböző anyagú felület, dörzspapírral bevont felület, műanyaggal bevont felület, és egy fa felület. Mérjük meg mindkét test súlyát rugós erőmérővel. Az egyik testet elhelyezzük a felületek egyikén, és a rugós erőmérővel állandó sebességgel húzzuk. Így megkapjuk, mekkora erő szükséges ahhoz, hogy csúszson a test. Ezeket a méréseket elvégezzük az összes többi esetben is.